Köszöntöm nézőinket! Önök a hétköznapokon jelentkező Budakalász Ma hírmagazinunkat látják. Elsőként jöjjenek kiemelt híreink röviden. Kami. Megmérettetések előtt állnak a jelenlegi és leendő tanulók. Kőhegyi menedékház. Környezetbarát korszerűsítést végeztek az épületen. Hagyományőrzés. Májusfát állítanak a kalászi svábok pénteken. Évvégi vizsgák és felvételik előtt állnak a Kalász Alapfokú Művészeti Iskola jelenlegi és leendő tanulói. A kormányrendelet szerint május 10-től ismét tantermi oktatásra áll át a művészeti intézmény is, és rá egy hétre a növendékeknek már vizsgázniuk kell. A Kalász Alapfokú Művészeti Iskola Budakalász Kisváros Művészetoktatási Intézménye, ahol zenei képzés folyik népzene és klasszikus zene műfajban. Jelenleg 11 tanszakon, 17 klasszikus és 9 népi hangszer oktatása zajlik. Ezeket egészíti ki a csoportos elméleti és gyakorlati tárgyak oktatása. Az elmúlt másfél évben a személyes oktatást nagy részt felváltotta az online képzés a világjárvány miatt. Tulajdonképpen azért bejáratott modell már ugye sajnos tavaly március óta ez az online oktatás. Azt hiszem, hogy sokat csiszolódott, és talán elég nagy számban most már elmondhatom, hogy a kötelező iskolai platformot használják a tanárok és a szülők, mert a kezdetekben egyszerűen ugye akkora felfordulás volt, hogy örültünk, hogyha bármilyen platformon is egyáltalán össze tudtak találkozni az éterben a szülők, illetve hát a tanulók és a tanárok. Most a mi iskolánk ugye talán tavaly áprilisban csatlakozott a Google Suite for Education platformhoz, és a mi iskolánknak ez a hivatalos platformja, tehát ez a Google Classroom szolgáltatás, és ennek különböző alkalmazásai. Hát mi az élő órákat, amikor élőben találkozunk ugye a gyerekekkel, mármint, hogy élő adásban, de ugye online, azt mi a Meet-en bonyolítjuk, a Google Meet alkalmazáson keresztül. Tehát többnyire ez működik, elég jól működik, az egyéni órák zömét meg tudják tartani a kollégák ezeken a platformokon, a csoportos órákat nem, tehát a szolfés órák zöme, ott is van egy-két kivétel, de a csoportos órák zöme az feladatkiadással, videó visszaküldéssel, befényképezett feladatlapokkal, megoldásokkal zajlik, tehát élő találkozásra tulajdonképpen nem kerül sor. Azt a szabályt hozták, hogy az alapfokú művészeti iskolákba, röviden amikba nem jöhetnek be a gyerekek, tehát még az alsó tagozatosok sem. Tehát folytatódott gyakorlatilag ugyanaz a digitális oktatás, ami március 8-án elkezdődött, de vannak azért kivételek, olyan esetekben kérhetnek a szülők a kollégákkal egyetértésben persze egyéni konzultációt, akik valamilyen vizsgára, jelentős vizsgára, felvételire, vagy valamilyen jelentősebb szereplésre, versenyre készülnek, de ők nincsenek sokan, tehát egy pár tanulónak ezt megengedjük, akik írásban ilyen kérelmet nyújtanak be. Az előzetes információk szerint május 10-én térhet vissza a normál tanrend az iskolákba. Az intézmény vezetőtől megkérdeztük, hogy mennyire fogják szigorúan venni a hiányzásokat azután. Én azt hiszem, hogy rugalmasan fogom, mint ahogy eddig is fogadni, és nagy megértéssel fogom fogadni, hogyha a továbbiakban sem szeretné valaki zeneiskolába engedni a gyermekét, mert én meg tudom érteni, hogyha valaki akár a gyerekét, akár valamilyen család hozzátartozóját, krónikus beteg és a többi, annyi probléma lehet egy-egy családban. Ezekre való tekintettel esetleg nem meri majd jelenlétbe engedni a gyermekét. Azt is meg fogjuk oldani, már olyan kevés van hátra az évből. Gyakorlatilag mire visszajönnek, pont kezdődik a vizsgaidőszak, mert május 17-én, tehát tulajdonképpen a második jelenléti héten már kezdődnek a szolfés vizsgák és a hangszeres vizsgák, és június 9-én már ott tartunk, hogy évzárás van. Úgyhogy tehát ezen azt hiszem, hogy már nem fog olyan sok múlni, és szépen be fogjuk fejezni, úgyhogy mindenkinek a lehető legnagyobb megelégedésére és nyugalmára legyen ez a dolog. Bár közeledik a vizsgaidőszak, és a gyerekek, ha minden jól megy, visszatérhetnek a jelenléti oktatásba, de ez nem jelenti azt, hogy a vizsgák a koronavírus járvány előtti időszakhoz hasonlóan lesznek megtartva. Nekünk minimum egy hónapban egyszer vagy kétszer online megbeszélésünk van a kollégákkal, van ennek egy megbeszélt ritmusa,
És tehát folyamatosan én is tudom így a kollégákkal tartani a kapcsolatot, és éppen a legaktuálisabb érzelmeiket, gondolataikat, gondjaikat meg tudjuk beszélni, és biztosak vagyunk abban, hogy attól, hogy május 10-én visszatérnek a gyerekek az iskolába jelenléttel, attól már nem tudjuk magunkat meg őket kitenni ennek a nehézségnek, hogy mindenkire rá erőltessük, úgymond, hogy már pedig jelenlétbe kell vizsgázni, mert van olyan gyerek, aki november óta nem volt az iskolában, hanem csak online oktatást kapott, és ilyen esetben nem hiszem, hogy ez egy jó ötlet, hogy na, nem baj, most kaptál 2 órát, és állj ki élőben vizsgázni. Nagy megértéssel leszünk idén is tulajdonképpen a vizsgázók és a tanárok, felkészítő tanárok problémái iránt. Vagyis ez azt jelenti, hogy aki szeretne élőben vizsgáztatni, ott élőben lesz a vizsga, megegyeznek a szülők és a tanárok, a gyerekek, hogy hol mi a legkívánatosabb megoldás, akár gyerekekként is, családonként is ez eltérhet. Ahol pedig azt tartják jobbnak, hogy inkább online felvételt küldenek, digitális felvételt, és azt mi a bizottsággal ott együtt közösen meghallgatjuk, akkor úgy, és ennek mindenféle kombinációja is elő fog fordulni. Az a lényeg, hogy mindenki azért teljesítsen valamit, adjon számot valamilyen módon a tudásáról, és ez itt szerintem rendben lesz. Az intézményben nyár elején szokták megtartani a felvételiket is. Idén, június 10-én és 11-én, ha minden a tervek szerint alakul, személyes jelenléttel mérettethetnek meg a gyerekek. Előzetesen most a honlapunkon már hirdetjük is, hogy május 17-től lehet használni azt az elektronikus jelentkező felületet, amit már tavaly is működtettünk, nagyon jól működött, és időpontra lehet majd jelentkezni, hogy ne legyen tumultus, ugye nagyon szeretnénk azért a továbbiakban is ezt elkerülni, még akkor is, ha ezt a szabályok majd megengedik, hogy lehet élőben találkozni, de a lehető legnagyobb körültekintéssel, így azért a járványügyi helyzetre tekintettel szeretnénk ugyanúgy megszervezni, mint tavaly. Tehát végülis elég jól ment, még olyan is volt, ugye, aki úgy tartott hangszeres felvételit, hogy kijött ide az udvarra, akkor már áll a faluházban itt a sátor, kint vannak a padok, ide vonultak padokon a fák alá, és itt különböző kisebb csoportokba felvételiztettek a kollégák. Tehát azt hiszem, hogy legalábbis jó időben ezt meg tudjuk csinálni, rosszabb időben is az időpontra való érkezés az majd szerintem biztosítja azt, hogy ne legyenek túl sokan egy légtérben. Úgyhogy igen, erre készülünk, és azt hadd említsem már meg, hogy ugye idén is elmaradt a hangszerbemutató az iskolákban, elmaradt a nyílt hét, hogy be lehet jönni egy egész héten keresztül bármelyik óránkra, hogy megtapasztalja a szülőgyerek, hogy melyik hangszert kitanítja, hogyan tanít, mégis ugye kap egy benyomást, hogy szimpatikus a bácsi néni, vagy másik inkább szimpatikusabb. Most sajnos ez elmarad, és kértem a kollégáimat, hogy már tavaly is nagyon jó pofa hangszerbemutató kis videókat, filmeket, esetleg szöveges képes anyagokat küldtek nekünk, és mi ezt föltettük a honlapra, és most is igyekszünk még a felvételig ezt bővíteni, hogy legalább a honlapon keresztül tudjanak szerezni információt a hangszereinkről, a tanárainkról, ha már ez most így, ez a hangszerbemutatós díj elmaradt. Minden jelentkezőnek egy online jelentkezési adatlapot kell majd kitöltenie, az űrlap május 10-től lesz elérhető. A jelentkezés kizárólag azon a felületen adható majd le. Az elektronikus űrlap előzetes jelentkezésnek felel meg, nem helyettesíti a felvételi meghallgatáson való személyes részvételt. További kérdésekkel keressék az iskola titkárságát a titkarsag@kami.hu e-mail címen. Környezetbarát korszerűsítés történt a Kőhegyi Menedékházban. Pomász közelében található, a budakalásziak körében is közkedvelt turistahely, a Kőhegy. A kőhegyi Cibulka János Menedékházban nemrégiben környezetbarát felújításokat, korszerűsítéseket végeztek, az áramellátást megújuló energiaforrással biztosítják. Kibővített konyhával várják a turistákat, nagyobb csoportokat is. A Pilisi Parkerdő ZRT 2
2020-ban a miniszterelnöki kabinetirodával együttműködve a Téri Ödön Nemzeti Turistaház fejlesztési program keretein belül kezdte meg, és idén fejezte be 3 erdei szálláshely korszerűsítését, felújítását, többek között a Kőhegyi menedékházét is. A Kőhegyi Cibulka János menedékház mellett a Téri Ödön Nemzeti Turistaház fejlesztési programnak köszönhetően a Budakeszi Arborétumban található faház és a Telki közelében elhelyezkedő Anna lakis korszerűsítésen esett át. A felújított erdei szálláshelyek a járványügyi helyzet függvényében várhatóan 2021. júniusától tudják fogadni a szálló vendégeket. Májusfát állítanak a kalászi svábok Budakalászon pénteken. A Budakalászi Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásának köszönhetően új viseletben lép majd színpadra az Alpenrose táncgruppe, akikhez új tagok is érkeztek az elmúlt időszakban. A májusfa természet újjászületésének szimbóluma, az ifjúság tavaszi szokásainak Európa szerte ismert szimbolikus kelléke, amit csoportba szerveződve állítottak a legények a lányoknak, akiknek ez nagy megtiszteltetés volt. Magas sudárfák voltak erre alkalmasak, melyeket a kerítés oszlophoz rögzítettek éjjel vagy kora hajnalban. Általában színes szalagokkal, étellel, itallal is díszítették. Legtöbbször az udvarló legény vezetésével állították a fát, de egyes területeken a legények a rokonlányoknak is állítottak. Gyakran a közösségeknek is volt egy közös fája, nincs ez másként a kalászi sváboknál sem, ahol most pénteken állítják a májusfát a svábtájházban, amire szorgosan készül a közösség. Annak ellenére, hogy a koronavírus van jelenleg, vagy most már lassan befejeződik, reméljük, rengeteg ötletünk van, rengeteg programunk és rengeteg meghívásunk is, akkor kezdeném a jövő héttel. Jövő héten pénteken lesz itt április 30-án a tradicionális májusfájtás, amit Budakalászon egy jó pár évvel ezelőtt visszahoztuk, és nagyon nagy sikerrel. Tehát mi előtte lévő nap csütörtökön már a Bucsánszki József kollégánkkal elmegyünk, kivágunk egy nagyon klassz kis fát, ami ide pont a tájház kapujához illik. A fiúk, lányok itt közösen majd itt ezt föl fogjuk díszíteni, és pénteken egy kis ünnepi keretben kikötjük a fát, megünnepeljük a május fájtást, és erre a műsorra meghívtunk egyben a önkormányzatnak a vezetőségét is, meghívtuk az atyát és a Kelemen László atyát. Mivel hogy most már koronavírusnak ez az előírások egy kicsivel enyhébek, éppen ezért már úgy vagyunk vele, hogy már pénteken tárt kapukkal várunk fogunk mindenkit. És ezen felül még azt szeretném még elmesélni, hogy egy újabb tánccal, egy szóló tánccal készülünk. Ez azt jelenti, hogy két pár fog egy szinkronba táncolni. Két fiú, hátta, és egy ilyen tükörképet fognak képezni a színpadon, ami még a sváb táncokban még nem igazából volt. Lépések lesznek bajor, tiroli és magyarországi német táncokból ragadtuk ki, tehát háromféle anyagból lett egy nagyon jó kis kombináció. Azt hiszem, hogy ha majd lehetőség lesz rá, hogy a nézők megnézhessék, akkor ajánlom. A tánccsoport két videóklipjét pénteken a Kultúrcseppek című magazin műsorban tekinthetik meg. Az Alpenrose táncgruppe időközben új tagokkal is bővült. Az Alpenrose táncgruppe kicsit átalakult, mert közben a tánccsoport tagjai nem csak budakalásziak, hanem egyszer csak megjelent nálunk 3 ember Nagykovácsiból, és mondták, hogy látták a videóklipünket, látták, hogy mit csinálunk, és hogy mivel egy picivel másra vagyunk, mint a többiek itt Pest megyében, gondolták, hogy akkor megpróbálják itt nálunk, és hogy lenne esély rá. Én nagyon szívesen fogadtam, mert én azt mondtam, én jó magam is régen, mikor még táncoltam Vecsésen, táncoltam Vörösváron, és sehol nem mondták, hogy nem jöhetnek, mert kalászi vagyok. És ugyanezt láttam, és ezt éreztem abban az pillanatban, amikor velük beszéltem, és akkor mondták nagy lelkesedése, hogy hát ők nagyon boldogak, és a mai nap is a próbánkon ők itt lesznek. Ott Nagykovácsiban, ahol ők táncolnak, ott egy teljesen régi, autentikus sváb táncokat táncolnak, amiben egy elég kevés mozgás, kevés lépésekből tevődik össze, viszont amit mi csinálunk, az egy kicsit modern változata, mint ahogy már az előbb mondtam, bajor, tirol és magyarországi németek lépései, és ez egy teljesen más dimenzió, és ezt tetszik nekik, nekünk is, és azt mondták, hogy akkor ők jönnének, és ezt be szeretnék itt tanulni, és komolyan veszik ezt az egész próbákat, és nem baj, hogy 40-50 perceket autóznak, de ők egy hétre egyszer ide eljönnek, és itt velünk együtt szeretnének próbálni. A májusfa állítás mellett a Nemzeti Viselet napját is pénteken ünnepli a sváb közösség.
A budakalászi német nemzetiségi önkormányzat támogatásának köszönhetően Németországból rendelt ruhát a tánccsoport, melyet holnap után önök is megcsodálhatnak a május fállításkor. A COVID és a gyógynövények. Ezzel a címmel tart online előadást dr. Hajdú Zsanett, gyógynövény szakértő biológus, a Hanvas Béla Pest megyei könyvtárban. Az elmúlt egy évben több gyógynövényről is kiderült, hogy a COVID tüneteinek csökkentésére érdemes alkalmazni őket, míg másokról az erősödött meg, hogy inkább kerüljük használatukat. Az előadás során a szakértő végigveszi ezeket a növényeket, miközben a COVID-on túl arról is tanít, hogy mivel kezelhetjük különböző felső légúti, illetve a gyomor- és bélrendszeri problémáinkat. A megyei könyvtár előadása ingyenes. Végül a várható időjárásról. Csütörtökön reggel északkeleten eshet, délnyugaton pedig párásan indul a nap. Napközben változóan felhős lesz az idő, délután elszórtan záporok, zivatarok kialakulására kell készülni. A déli délnyugati szél élénk, erős lehet. Tovább melegszik az idő, délután 15-24 fokra számíthatunk. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink, még egyszer, röviden. Évvégi vizsgák és felvételik előtt állnak a Kalász Alapfokú Művészeti Iskola jelenlegi és leendő tanulói. Környezetbarát korszerűsítés történt a Kőhegyi Menedékházban. Májusfát állítanak a kalászi svábok pénteken Budakalászon. Ez volt mai hírmagazinunk, a Budakalász Ma. Híradóval legközelebb csütörtökön este 7 órakor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is itt a TV Budakalászon, mert hamarosan kezdődik Köztér című magazinműsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu/TV Budakalászon. És megtalálnak bennünket a közösségi oldalakon is, csatlakozzanak hozzánk ott is. Én munkatársaim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, vigyázzanak egymásra, viszontlátásra!